Nagyon úgy tűnik, hogy mindenki megérkezett az előadásra, jól gondolom? Sokan vannak itt Turkevén, óvodások bizony. Mi találkoztatok a másik óvodásokkal is, nagyon sokan majd, most is legalább 100-an. Ugye? Azt hiszem, hogy többen is vagyok, mint 100-an, nem is kezdem el számolni, ez nagyon-nagyon sok. Na gyerekek, most egy vidám műsort fogok nektek előadni, de a ti szereplésetekkel, erre ez egy zenés interaktív műsor, ahol ti lesztek a főszereplők. Lehet majd a színpadon is szerepelni, nem egyszerre mindenkinek, mert nagyon sokan vagytok, de majd cserélgetjük a gyerkőcöket, jó? Majd mindig fölhívok pár gyereket, aztán cserélünk. Na szóval ismert gyerekdalokat fogtok hallani. Együtt fogunk énekelni, táncolni. Benne vagytok? Igen! Nem hallottam mindenkit, benne vagytok? Na szuper, akkor az első dallal a születelésre, mert hát ezt nem mondtam, hogy igazából ez születi mulatságot fogunk itt csapni, meg őszi dalokat fogunk előadni együtt. Bemelegítünk a születelésre, kérem szépen az előre a kezedet, utána a hátra című dalocskával. És jön egy találós kérdés, aki tudja a választ, mondja jó hangosan. Énekelnek és táncolnak velem. Na most, akik lent vannak, kérem szépen, nekik is van néhány születelni való. Nem tudom, fölfedeztétek-e. Ott is azt szeretném kérni, hogy egy fürtöt, csak egy gyerek egy fürtöt. Kis kosárba lehet közösen gyűjteni. Tudjátok mit? Nem is visszek el. Itt hagyjuk azt, nem? Itt hagyjuk a színpad színén, és ide kell jönni egy-egy fürtet, amit megtalálhattuk a teremnek a színén valahol. Nem annyira elrejtve, úgyhogy nem az, édes kell, nem az. Na ezt most letesszük, mert miért ez a színpadon lévő gyerekek gyűjtőhely? Ezt nem mondtam el, igaz? Szóval a színpadon lévő gyerekek, és
bizony a szőlőket. Mindjárt kijelölök innen Csőz bácsi vagy nénit, aki majd vigyáz, ki legyen az.
Komolyan? Semmi, ki kell csúrogatni a levet! Tényleg? Igen, akkor ti már tanultatok ilyet. Más néven csúfolódónak is hívjuk, és a mulatságon ezt gyakran kiabálják a fiúk meg a lányok. De mi csinálunk egy versenyt, a fiúk meg a lányok versenyeznek egymással, és a végén el fogjuk dönteni, hogy ki a hangosabb, óvatosabb. Jó, szerintem elegen vagyunk, srácok, jó? Na, te vagy. Yeah.
este még a fiúkkal is működik. Ez a kislány betegesen kezdett háromra srácok, oké? Zár, jobbra, zár, nagyon jó, eddig jó. Most jön a bukaütés, figyelj, tap,
Villanyoztak, akkor mi van neki?
lehet menni, tehát arra, és arra kanyarodva arra, elférve a kis sorot, és lehet lábújhegyen lenni. Mindenki úgy megy, ahogy Viktória, lehet lábújhegyen, lehet sarkon menni, külső lábélen, belső lábélen, megugolva, ugrándozva, ezt mind lehet csinálni. Na, indítok egy zenét nektek, és közben dalolászom is, elárulok. Viktória, indulhat a cíne még soron! Induljunk el lábújhegyen, drágám! Óvá segítséged is! Vége van a nyárnak, tűzszer járnak, nagy támat a cíneken a gárnak, szeretne elmenni, ő is útra kerni, a cipőt az árnak, sehol sem tud tenni, kapott tűz, háromra halljuk a varázsigét. 1, 2, 3.